Sziasztok, Felem vagyok. És hát ezúttal egy tizedik szintű közepes tankot fogunk megnézni, az oroszok T-62 ája. Ami, hát ezt az ágot ugye én is csinálom, tehát engem is érdekel ez a tank. Bár nem tudom, hogy tehát a tizedik szintű tankig el akarok eljutni konkrétan, mert a T-54 és a 9-es szintű, amit már láttunk a csatornán, egy kicsit talán nekem szimpatikusabb. Ez nem sokban változik igazából ahhoz képest, természetesen több élete van meg hasonló, de egy kicsit kevésbé páncélozott, legalábbis a testén, illetve a karosszéria páncélzata gyengébb, mint a T-54-esé. Mobil ez is, nagyon mozgékony, viszont nem valami jó a gyorsulása. A tornya nagyon jó páncélozott a testtel ellentétben, tehát onnan szinte bármit le lehet pattintani, és hogy látjátok, nagyon-nagyon alacsony. Ugye az orosz közepes tankok egyik alap szabálya ez gyakorlatilag. Tehát sok tank egyszer nem is tud más tenni, hogyha közel vagyunk hozzá, mint az, hogy a tornyunkra lő, mert az az egyetlen dolog, amivel le tudja fordítani az ágyúját. Ezen kívül az ágyúról azt kell tudni, hogy nagyon kicsi az alapsebzés egy tizedik szintű ágyúhoz képest, 320-at tud, ami viszont nagyon gyorsan köpköd és nagyon jó átütéssel teszi, 262 azt hiszem az átütése, ami nagyon jó, és ilyen 6 másodpercenként oda tudunk egyet csózni, ami azért nem rossz. Nem tudom a pontos adatot, de azt hiszem, hogy töltővel és egyéb dolgokkal 6 másodperc, hogy talán még az alá is lehetne tornázni a töltési idejét. Na, lássuk is. Aki játszik, az Matrex, és Mines a pálya, ahogy látjátok, és egy darab bázis kell elfoglalnunk. Indítsuk is, és nézzük, mi történik. Ugye Matt úgy dönt, hogy, vagy nem tudom, Matt, mindenesetre én azt hiszem, hogy angolosan fogom kiejteni, hogyha nem gond, tehát maradjunk a Mattnél. Matt ugye azt teszi, amit ilyenkor az ember közepes tankkal tenni szokott, bár ahogy elnézem, mint jó pár nehéz tank is ezt gondolja, hogy fölmegyünk a dombra. És ennek az oka, hogy nem akarjuk, hogy az ellenfél megszerezze magának azt a bizonyos dombot. Ott megy egy 9-es szintű kínai. Húha, nagyon szépen eltaláltuk a gyenge pontot, de feljutott. Igaz, hogy nem sok jót tesz neki az, hogy 393 élettel jutott fel oda. T-62-es is kapott rendesen, a jó ég. És T-34, ez sajnos nem sikerült kapáslövésként leadni. És hát eljutottunk a fedezékig. Ez ugye azért veszélyes, mert ha szemben vannak TD-k, akkor annak csúnya vége tud lenni. Viszont itt nagyon jól ki tudjuk használni a gyors tüzelési sebességünket és a jó toronypáncélzatunkat. A lényeg az, hogy a testre ne nagyon lássanak rá. Hát onnan látunk, de viszont a két szikra között ki tudjuk dugni, akkor a Ferdinandnek semmi esélye szemből ezen az ágyú ellen. Az a torony az ágyú mellé, így meg volt. Ott egy object. Szóval jó lenne oda balőni. Meg volt. Kis sunyin. Oda húztunk egyet. A lényeg az, hogy ne engedjék be őket mögénk, mert akkor baj lesz. Oké. Egyszerűen nem figyel ide, de őre vigyázni kell, mert nagyon jó ágyúja van. Nagyon pontos és jó átütésű. Úgyhogy veszélyes tud lenni. Ferdinand előtte magát, úgyhogy most ki tudunk menni elé. Oda be alulra, puff, meg volt. Látjátok, tehát nem valami óriási. Tizedik szintű tankhoz képest nem óriási. Hát ez nagyjából ahhoz hasonlítható, amit mondjuk egy T-29-es sebzésben. Itt a cent. Tényleg vigyázni kell, az ő tornyát nem egy könnyű átlőni. Viszont most átlőtt bennünket, és lepattantunk róla. A Centurion 7-1 tornya nagyon-nagyon jó. A teste nagyon könnyen átlőhető. Az IS-3... Igen, ezt egy kicsit elsietük, ezt négy szoktam csinálni. Egy picit, egy század másodpercet tovább kell kimaradnunk, ahhoz, hogy odasózzunk. Lelőttük, és a Ferdinand menekül, látja, hogy ez egy vesztes helyzet, viszont mi már lassan elveszítjük a bázist. 96, 7, valaki bement. Valaki odaállt, hogy ne tudják foglalni. És egyelőre még megvan, még nem vesztettük el. Most rá is lőttek valakire, 58. 4-4 az állás, ebben még bármi lehet, mi eddig 1500-et sebeztünk és egy tankot lőttünk ki. Viszont miénk a domb, miénk a magaslati pozíció. Na nézzük csak, az ágyos süllyedésünk az nem túl jó. Úgyhogy nem tudom, mennyire tudunk lefele lőni. Maradt 69 HP-ja. Az ISR-en nagyon szeretné szerintem, hogy lőjük le, mielőtt odasóz egyet a kínai tank. Ez meg is történik. Viszont innen szerencsénk van, mert innen nem nagyon kell lefele fordítani az ágyút. Csak egy picit, viszont így van, ez épp elég ahhoz, hogy ki tudjunk menni. Most az IS-3 ide néz. Nem nagyon foglalkoznak velünk szerencsére eddig. Van nagyobb gondjuk is, úgy gondolják. Van ott egy T-110E4, meg egy E5. Ha a 110E4 ide húz ránk, akkor alig marad életünk, úgyhogy nagyon vigyázzunk kell. Ez a nagy kupola a tetején az egy igen jó célpont viszont. 75 torony oldala nagyon könnyen átlőhető. És abszolút nem ránk figyel. 6-6, 3100 sebzés. Ott van az a gyenge pont.
Vigyázni kell, mert néha még az is lepattintja az embert, mert az is ívelt a T-110-nek. T-115 oldala. Az oldalakat tudunk találni. Fú, szegény, lelőttük a láncszalapát. Az első fogaskereket lőjük, így sebződik és lekapjuk a láncszalapát. Valószínűleg már elhasználta a javítócsomagot, és nem tud olyan gyorsan javítani, mint amilyen gyorsan mi lövünk. Szóval már csak két lövést fog tudni kibírni. Ez tényleg szörnyű lehet. Hopp, lepattant. De még mindig nem javította meg. Oké, okay. És már csak egy lövés. Tehát ez a tizedik szintű nehéz tanulnak, ez azért szörnyű lehet, amikor így hal meg. 4974, és itt van mögöttünk egy Ferdi, kaptunk egy nagyot. És hát a Ferdinek rossz hír az, hogy mi gyorsabban betöltünk még egy lövéssel, de nem volt szükség, mert lelőtték. Mi mindig foglalják a bázist, és még mindig kettő előnyben vannak hozzánk képest. 1014, újúj, az idelő az nem lesz jó. Carnebro meghalt. Ki tudnánk dugni csak annyira, hogy a toronyra, úgy. Látjátok, lepattan még az is, mert lekerekített. Az E4-esnek még az is viszonylag jó páncélozott tud lenni. És... hopp, most megvolt. Na, vajon meg lesz-e még egyszer, vagy az oldalát el tudjuk találni, nekünk az is jó. Ez az, nagyon szuper. 12-13, az IS-3-nak egy lövésre van az élete a haláltól, és valaki lelőtte helyettünk. Már csak egy ehet, mert itt egy object. Ó, te jó Isten. Fuha, ezt mellé húztuk. Hátba lőnek bennünket, de inkább hátba lőjenek, mint hogy elkapjon bennünket az object 704. Szóval gyorsan legurulunk szépen. És közben a kis tesó a T-54-es, egy nagyon jó játékos egyébként, játszik vele. De csak mi ketten maradtunk. És az igazság az, hogy fuha, ez igen szerencsés volt, ha ez átmegy, meghalunk. Cserébe lelőttük a láncszalapát. Tehát mi ketten maradtunk, az igazság, hogy a mobilitásunk miatt több esélyünk van szerintem, mint a két viszonylag lomha tanknak, a TD-nek, illetve az E-75-nek. Viszont mindketten gyakorlatilag, és mi egy, tehát Matrix csak egy lövésre van a haláltól. És most úgy döntünk, hogy visszamegyünk, először úgy gondoltat Matrix szerintem, hogy visszamegy a magaslati pozíciójába, de ehelyett szépen visszamegyünk oldalra, hát a T-54 megmutatja nekünk őket. Ott az E-75 pont az oldalát mutatja, de látnak bennünket. Egy lövés. De még az object nem lát. Ops, most nem látjuk sajnos. Nos. Közben már 6172 sebzősnél tartunk. Bármelyik őjüktől egy lövéssel intézhet bennünket. Egyetlen lövéssel. Oké, okay, már csak az E-75-ös van. Mikor lőtték le az objektet? Lehet, hogy csak én nem vettem észre. Nem baj, az E-75-ös még mindig meg lehet a top gununk. És... 323. Jaj, T-54-es, hagyd meg nekünk, hagyd meg. Úgyse fogod, ugye? És lelőtt egy szép, szimmetrikusan 5-5 lett az állás. Kézió meghagyhatta volna szerintem a T-62-esnek, Mattnek, mivel hogy ő közelebb volt a 6-hoz, de hát ez van. Mindenesetre 6500 sebzés és 5 kill, és hát ez volt a T-62, a közepes orosz 10. szintű tank. Sziasztok!